el kellett döntenem azt, hogy meglépem a törvény biztosította a lehetőséget, és lesz költségvetése a városnak. Saját kezébe vette az irányítást, többek között ilyen kritika érte Ásezső polgármestert, amikor kihirdették a veszélyhelyzetet. Hétértékelőjén ezzel kapcsolatban elmondta, csak olyan döntések születtek, melyek a veszélyhelyzet elhárítását szolgálták. A költségvetés mielőbbi elfogadására azért volt szükség, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetben gyorsan reagálva át tudjanak csoportosítani összegeket a koronavírus terjedésének lassítására. És ebben a helyzetben nem tudjuk előre, hogy szükség lesz-e pályázatra, nem egy tulajdonképpen ennek a lehetőséget kellett megteremteni, de ugyanezt a célt szolgálta, ezt a módosítása, hiszen arról hogy szükség, hogy minél hatékonyabban tudjuk működtetni a várost és magát a polgármesteri hivatalt is. Semmi olyan döntés nem hozta meg, amely mondjuk a veszélyhelyzeten túlmutatna. Önkormányzati cégek vezetői maradtak a helyükön, ebbétagok maradtak a helyükön, képviselőknek a fizetése nem csökkent egy fillérrel sem. A polgármesteri kabinetben pedig egy főt vettek fel, aki szervezi a vírushelyzet kapcsán felmerülő teendőket. Aki teheti, maradjon otthon, hívta fel újra a lakosság figyelmét Ásezső polgármester. Eddig 200 gyerek kapott meleg ételt, a tervek szerint ez bővül a rászoruló szülők körével. Továbbá 30 önkéntessel kötött szerződést az önkormányzat, akik majd az ételkiszállításban fognak segíteni a megyeközponton belül. Eddig 100 idős vette igénybe ezt a szolgáltatást. A polgármester felhívta a figyelmet, hogy az idősebb korosztály tagjaival először telefonon veszik fel a kapcsolatot. Ez azért is fontos, mert a csalók már hamisítják az igazolványokat, ezért az idősek csak ezen valós segítőket fogadják. Továbbá 10 000 forint értékű csomagokat osztanak ki, ezer helyi rászorulónak. A város több lépcsőházánál tájékoztató plakátokat helyeznek el, ezzel is értesítve a lakosokat, hogy a jelenlegi helyzetben mit kell tenni. De folytatódnak az egészségügyi beruházások is, mivel ezek többségét 2022-ig el kell számolni. Függetlenül a helyzettől a városnak működnie és fejlődnie kell, mondta Ásezső, mivel úgy látja, az utóbbi hónapokban leálltak az elmúlt években előkészített beruházások. 2020 a pénzügyi ciklus utolsó éve, és körülbelül 2 év lesz arra, hogy elszámoljunk ezekkel a projektekkel, illetve jelenlegi helyzetben nem tudjuk, hogy az Európai Unió mondjuk a védekezésre, a vírus elleni védekezésre mekkora összeget fog majd elkülöníteni, lehet, hogy érinteni fogja mit okos forrásainkat. Nincs idő arra, hogy itt várakozunk és gondolkodjunk azon, hogy mit, merre, hogyan csináljunk, új helyszíneket keressünk. Meg kell hozni a döntéseket, elkényíteni a beruházásokat, és ezeket a lehetőség szerint legkorábban be is kell fejezni. A termelői árusítás engedélyezett Szekszárd különböző pontjain, mondta Ásezső. A piac bezárt, de az árusoknak továbbra is lehetőségük van termékeik értékesítésére. Az ehhez szükséges engedélyek kiadása már folyamatban van, és városképi szempontokat sem fognak vizsgálni, tájékoztatott Ásezső. Továbbá gyűjtést szerveznek a távoktatásban résztvevő, rászoruló gyerekek részére. Ehhez elsődlegesen cégek felajánlását várják, akik akár használt laptopokat tudnak adni a diákok oktatásához. De azok segítségét is szívesen fogadják, akik meg tudják javítani, működőképessé tudják tenni a már leselejtezett gépeket. Ezzel sok diák távoktatását segítenék.